Sokféle tábort szerveztek a Csili Művelődési Központba Pesterzsébeten erre a nyárra is. A médiatáborban járt a stábunk, Mikó Ivett táborvezetővel beszélgettünk, és a gyerekek is megmutatták nekünk, mit tanultak. Idén nagyon hasonlított a tematika a tavalyi évhez, mivel ez egy nagyon jól sikerült tábor volt, úgyhogy próbáltam tartani ezt a tematikát. Annyiban változott, hogy a rádiózás kapott főszerepet, most hétfőtől péntekig minden nap volt rádiózás, és konkrétan beletanulhattak ebbe a műfajba a gyerekek. Segítségemre volt Dávid Ferenc, rádiós műsorkészítő, aki a Tilos Rádióban dolgozik, ott készít műsort, és ő csinál egy ilyen pop-up rádió stúdió nevű kis bázist a Csili udvarán, ami úgy néz ki, hogy egy keverő, fülhallgató, fejhallgatók, mikrofonok, és ezt könnyen, gyorsan össze lehet rakni, el lehet bontani, és interneten keresztül lehet hallgatni a Csili rádiót, amit most a gyerekekkel létrehoztunk. Igazából hétfőn csak a kicsit a technikai tudásunkat adtuk nekik át, hogy kell tartani a mikrofont, akkor megtanulták a keverőpult használatát, illetve a zenei szerkesztésbe és a műsorkészítésbe is bele kóstoltak, úgyhogy mondjuk, ha egy műsort vezetnek, akkor milyen paneleket használunk egy ilyen műsorvezetés kapcsán, bemutatkozás, hol lehet elérni ezt a rádiót, mit hallana most, és nagyon-nagyon-nagyon gyorsan megtanulták ezt az egész folyamatot. Sziasztok, ez itt a Csili Rádió, én Anna vagyok, és itt vannak velem a többiek is. A mai adásunkban most megy éppen a kívánságkosár, és rengeteg jó zenét lehet kérni, szóval bátran üzenhetek is nekünk, Facebook oldalon is nyugodtan lehet minket követni. A szerdai napon egészült ki egy hatalmas nagy LCD TV-vel ez a stúdió, és igazából elkezdtünk egy ilyen multimédiás stúdiót létrehozni, és bekapcsolódott a videó is az életünkbe. Tehát csináltunk olyat, hogy a gyerekek, mert például a tévén keresztül láthatták magukat, ahogy rádióznak, úgyhogy nem csak a hangjukat hallgathatták vissza, hanem magukat is láthatták. Tehát így ezt a média szereplést ilyen próbáltunk mindig játékos formában előadni. Hát ők szelektálták, hogy milyen műsorok legyenek. Például a hatalmas láger az a kívánságkosár volt, és nagyon szórakoztató volt, ahogy azokat a jól megszokott paneleket visszahallgattuk tőlük, és olyan nagy sikere volt, hogy más táborból is jöttek ide kívánni, illetve az étteremből is jöttek, és a Csili munkatársait is sikerült egy rövid interjúra elcsípnünk, és akkor mindenki kívánhatott, küldhetett számot a szeretteinek. Ezen kívül voltunk a Tilos Rádióban, a tavalyi évhez hasonlóan, és ott pedig a 2 órási híreket mondhatták be a gyerekek. Végülis hárman kaptak lehetőséget, mert nagyon rövid, ez ilyen maximum 3 perc lehet a hír, tehát ilyen 4-5 hírt tudtak felolvasni, és ez FM-en kb. Egy ilyen 30 ezeren hallhatták, illetve plusz még ez jön az online hallgatottság, úgyhogy nagyon voltak dobva, illetve a Blanka, Anna és Igor olvasott fel, hát nagyon izgultak, de hibátlanul nagyon ügyesen előadták a híreket. Elselejtező hírek. Tegnap délután játszott a Ferencváros és a Vasas futballcsapata elselejtező visszavágót. A Ferencváros Lettországban a Jelkapa csapata ellen 1-0-ra nyert, így 3-0-ás összesítéssel simán jutott tovább, míg a Vasas FC csapata 3-0-ra kapott ki idéglenes hazai pályáján a Szusza Ferenc stadionban, így 7-3-as összesítéssel búcsúztak a Bejtár Jeruzsálem csapata ellen. A Videoton FC csapata a héten 5-3-as összesítéssel lépett tovább a máltai Bázán csapata ellen. A Budapest Honvéd FC pedig még nem kezdte meg a BL selejtező sorozatot. A tábort úgy építettem fel, hogy 3 helyszínünk volt. Az egyik a Pop-up Rádió Stúdió,
a másik fent egy kis műhely, harmadik pedig itt az udvaron szabadtéri játékokat játszhattak a gyerekek, hogy akik eleg kicsit már így nem ki akarták mozogni magukból a felesleges energiát, akkor azt nyugodtan megtehették. A fenti műhelyben pedig fent van egy projektor, egy vetítővászon és egy hát inkább rajzolásra berendezett műhely, és a gyerekeknek mondtuk, hogy adjunk ennek a Csili Rádiónak egy arculatot, és például a Dóri és a Kitty megtervezték a Csili Rádiónak a logóját. És létrehoztunk egy YouTube csatornát, az is ott a fenti műhelyben történt, és akkor ezt a logót használjuk mindenhol. És hát ezt próbáltuk így. A Csili Rádiónak az egész arculatát próbáltuk hát így híresebbé tenni itt az épületen belül. Ezen kívül bárki, akinek saját ötlete volt, akkor azzal nyugodtan előállhatott, és azt igyekeztünk megvalósítani. Így készült például a Titkos Nyomozás című akciófilm, aminek Gergő volt az írója, forgatókönyvírója, illetve a rendezője is. Én pedig a kivitelezésben segítettem, illetve kameráztam. Ennek az volt a sztoria, hogy itt a Csili udvarán kigyulladt egy kuka, és nyomozásba kezdtek a gyerekek, hogy vajon hogy gyulladhatott ki ez a kuka. És igazából a Gergő és a Levente nagyon belemélyült ebbe a nyomozásba, és akkor tovább pörgették a történetet, hogy hát ne kuka legyen ami felgyulladt, hanem egy autó, és akkor ebből pedig egy ilyen CIA-s nyomozós akciófilmet hoztak létre. Elkészítettük, összevágtuk a filmet, és akkor ezt le is vetítettük a mai napon délelőtt. Szerinted milyen volt a tábormaja? Szerintem nagyon jó volt, sok érdekes dolog történt. És neked mi tetszett ebben az egészben a legjobban? Nekem a rádiózás. És ebben melyik szám, vagy melyik projekt, amit mondtunk, vagy készítettünk? Nekem a zenehallgatások nagyon tetszettek. Bővebben a Kívánság kosár? Igen, és a talk show is nagyon tetszett. És szerinted a talk showban mi volt ebbe a legérdekesebb téma? Hát a telefonbetyárkodás. Igen, amit felhoztunk, hogy telefonbetyárkodásért lecsuktak egy embert, igaz? Igen. És szerinted miért volt ez a tábor olyan jó, mit tette ezt olyan jóvá, vagy mi tehetné még jobbá? Hát szerintem ezt azt tette jobbá, hogy nem ilyen kötött programok voltak, hogy most mondják, hogy most ezt kell csinálni, és akkor azt csinálom, hanem hogyha amihez van kedvem, akkor azt csinálom. Hogyha például rádiózunk, és nekem nincs hozzá kedvem, akkor nem kell. Igen, ez egy nagyon jó észrevétel, és neked a számok közül melyik volt a kedvenced? Nekem az Ego. Az Ego az egy nagyon jó szám, igaz? Igen. És szerinted milyen volt ez az egész rádiózás? Neked tetszett ott a Tilos Rádióban, ahova elmentünk? Nagyon tetszett. És szerinted ebbe a rádiózásba mi a legjobb? Hát az, hogy igazából, hogy így mindent kipróbálhatsz, vagyis hogy itt például az volt a legjobb, hogy mindent kipróbálhatsz, hogy milyen mikrofonba beszélni, hogyha esetleg még nem beszéltél, vagy milyen kezelni a keverőpultot, meg ilyeneket. Fennállásának 90. évfordulóját ünnepelte idén a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola. A jubileumi korú intézmény tiszteletére évadzáró gálaműsort rendeztek a Csiliben, amelyen az iskola meghívására részt vett az osztrák hercegi pár Hertha Margaret Habsburg-Lothringen és Sándor Habsburg-Lothringen, a Békelángja Egyesület alapítói, akik amellett, hogy jelen voltak az ünnepségen, még az egyesület tagjává is avatták a sulit. A gála előtt a Városházán Szabados Ákos polgármester dr. Hiller István országgyűlési képviselő társaságában látta vendégül a hercegi párt, akik érkezésükkor a Kossuthin is tettek egy rövid sétát. Arról, hogy valójában mit képvisel az egyesület, a hercegné nyilatkozott. Der Verein
A Békelángja Egyesület politikától és vallástól mentesen működik. Az egésznek a lényege, hogy szeretnénk az embereket összehozni, az idegentől való félelemtől megszabadítani. Legfőbb célunk az, hogy békében éljünk. A jövő a fiataloké, akiknek értelemszerűen szükségük van oktatásra. És valaki minél nagyobb képzettséggel rendelkezik, annál nagyobb az esélye, hogy békepárti lesz, így könnyebben elérhető a kívánt szabadság. Így gondolta ezt a Magyarországi Egyesület is. Ők javasolták ezt az iskolát, hogy ezzel is támogassuk ezt az eszmét. Pesterzsébeten tett látogatását ezután a Chilében folytatta a hercegi pár, akiket a művelődési központban rendezett gálaműsor keretében egy különleges előadással köszöntöttek. A békének a lángja azoknak lesz adományozva, akik emberekért és emberekkel együtt dolgoznak azért, hogy a kultúra és a béke megteljesüljön.
Die Flamme des Friedens ist aus Holz gefertigt, auf Stein befestigt. A békének a lángja fából készül, és kőre van erősítve. Beide Materialien sind auf jedem Erdteil dieser Erde vorhanden. Mind a két anyag a világ összes táján megtalálható. Das Holz als Symbol für Mut, Kraft, Wärme, Schönheit und auch Eigenwilligkeit. A fa, mit Symbola, a szimbolikusan az erőért, a szépségért és a melegségért. Der Stein als Symbol für die Härte und für die Beständigkeit. És a kő pedig a keménységért és a kitartásért. A békelángját jelképező szobor átvételekor az iskola igazgatója Krén Poroszka Jolán mondott köszönetet. Nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos elismerést, és én ezt szeretném megköszönni a kollégáimnak és a diákoknak is, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre, hogy mi most ebben a csodálatos elismerésben részesüljünk. Köszönöm szépen mindenkinek! Emlékére mi is szeretnénk egy kis ajándékot átadni, amit a mi gyerekeink készítettek saját kezüleg. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár Pesterzsébeti alegységében nyáron sem áll meg az élet. A megszokottól eltérően, de ilyenkor is nyitva találjuk az intézményt. Ráadásul a zárvatartásra való tekintettel most több könyvet is kölcsönözhetnek az olvasók a szokásosnál, illetve a sikerkönyveket is hosszabb időre vihetik el. A kiállítások és különböző klubok mellett pedig ilyenkor is várják az olvasni vágyókat a legújabb könyvek. A könyvtárunkban nyáron a vizsgaidőszak után és a lezajló gyerekprogramok után mindenki egy kis szórakozásra, egy kis könnyedebb irodalom olvasására vágyik, és ezért fordulnak hozzánk. Két hetente ugyanúgy érkeznek új könyvek, és szerencsére nagyon sok könnyed, szórakoztató, romantikusabb kalandregény, krimi is érkezik, és akkor tudnak választani az olvasók, illetve a gyerekek is nagyon jó minőségű, színes könyveket kapnak készhez, és
ilyenkor is ugyanúgy zavartalanul 4 hétre tudják kölcsönözni a könyveket, és a nyári bezárás alatt egy kicsivel, egy pár könyvvel többet is tudnak akár kölcsönözni. Folyóiratot is lehet ezen időszakban, színes olvasgatnivalókat, és DVD-t is, tehát nem hagyományos dokumentumot is tudnak kölcsönözni. A kiállításokra rátérvén, hogy 2 havonta cserélődnek a kerületi művészek képei. Van, hogy most például a festményeket, Oravec György festményeit láthatjuk a falakon, és a Mediterrán hangulatok a címe, a tálókban pedig Horváth Eszter Eszter kincse című gyönyörű gyöngyékszereit tudjuk megcsodálni, illetve felvenni vele a kapcsolatot, hogyha akit érdekel, ez a, és akár rendelhet is tőle. Egyébként volt már baba kiállításunk, a kerületi kézműves szakkörök kiállításainak is otthont adtunk, tehát szerencsére színes kiállításokra le van lehetőség nálunk, úgyhogy várjuk is, aki érdekel, jelentkezzen nálunk, vegye föl velünk a kapcsolatot, ha szeretne kiállítani valaki. Térjünk vissza az új könyvekre. Említette, hogy 2 hetente szokott megérkezni a legújabb könyvcsomag. Mennyi könyvet szoktak 2 hetente beújítani ide a könyvtárba? Hát ez nagyon változó, ugye a könyvfesztivál, és amikor ilyen nagyobb könyv megjelenési szezon van, akkor nyilván többet, akkor akár 30-as darab számot is elér, amikor pedig egy ilyen lazább időszak van, már nincs annyi lehetőség rendelni, akkor pedig egy olyan 10-15 felnőtt és 15 gyerekkönyv, vagy 10 felnőtt és 10 gyerekkönyv is érkezik. Mitől függ az, hogy tehát ki dönti el azt, hogy milyen könyvet rendeljünk? Teszem azt, gyerekkönyveken gondolkodunk, hogyan olvasnak utána, vagy hogyan járnak utána annak, hogy az mennyire lesz minőségi, mind tartalmában, mind pedig kinézetében? Szerencsére egy nagyon jól bevált ilyen rendelési rendszer van a könyvtáron belül, és akkor rövid recenziót kapunk, leírást, kiknek ajánlják, milyen típusú könyvtáraknak, és ez nagy segítségünkre van. Plusz még a gyerekkönyvtárosok ugye rendszeresen találkoznak, és akkor tippeket adnak egymásnak, vagy könyvtárosok, hogy mi az, ami sláger, és ami várhatóan sikeres lesz. Az előbb említett 30-as szám, tehát 2 hetente mondjuk 30 új könyv érkezik a könyvtárba, azt gondolom ez egy impozáns szám lehet. Ez azt jelenti, hogy ennyi jó új könyv készül, tehát sosem fognak elfogyni a jó könyvek? Szerencsére állíthatom, hogy igen, nem fognak elfogyni a jó könyvek, és az olvasóink is megerősítenek benne, hogy tényleg egy-egy olyan kincsre lelnek, vagy olyan jó tartalmas olvasmányra, hogy vagy a képzelet, tehát vagy a fantasztikus könyvek között, hogy egyszerűen olyan képzeletük van az íróknak, még mindig valami újat tudnak mondani, új megvilágításba tudnak helyezni történeteket, embereket, karaktereket, hogy ezáltal egyszerűen ez kifogyhatatlan téma, és kifogyhatatlan tényleg a jó könyv, mert mindig egy-egy szerző annyira sikeres és felkapott lett, hogy újabb és újabb lendületet ad az olvasásra. És szerencsére a honlapunkon az új könyvekről is tudnak értesülni az olvasóink, a programjainkról is, kapcsolatban állunk a kerületi iskolákkal, és rendszeresen a olvasás népszerűsítésére fogadunk csoportokat könyvtári ismertetés céljából, illetve megrendezésre kerül a könyvbarát verseny a könyvtárban, amikor ajánlunk egy-egy könyvet a gyerekeknek magyar szerzőtől, és a döntő pedig általában májusban szokott lezajlani, tehát így év vége fele, az iskola év vége fele zajlik, és akkor a szerzőt igyekszünk meghívni, zsűrizni
könyvtárunkba, és ez egy nagy élményt ad a gyerekeknek. Közben pedig kétfordulós levelezős verseny van, amikor a feladatokat be kell küldeni a kerületi alsótagozatos iskolákból, és a legjobb három gyerek pedig csapatban, egy csapatversenyen vesz részt a döntőben itt a könyvtárban. És az idén szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Kertész Erzsi Pantera a Hógöm titka című könyvből lehet majd készülni, és várjuk majd a válaszokat, illetve küldjük az összeállított feladatokat az iskoláknak. Mennyire népszerű egyébként az olvasás így 2017-ben? Fiatalok, idősek, középkorúak, ki olvas a legtöbbet? Hát ez nagyon jó kérdés. Azt mondhatnánk, hogy a fiatalok közül egy olyan 10 éves korig a nagyon nagy lendülettel állnak neki olvasni, aki megszereti. Olyan színes könyvek szerettetik meg velük az olvasást, mint a Geronimo Stilton színes könyvei, a Roschond Peti, tehát annyira gazdag a választék, és a magyar írók is nagyon jó könyvekkel, akár Lacfi, akár Gévai Csilla könyvei, szóval, és újabb és újabb fiatalok tűnnek fel, akik például Nyulász Péter könyveit is nagyon szeretik, tehát tényleg újabb és újabb jó mesekönyveket keresnek a kicsik, és ilyen kezdőolvasóknak szóló könyveket, és utána valahogy az internet, az ilyen számítástechnika felé fordulnak, és akkor egy kicsit így sokan leállnak az olvasásról, illetve csak a legszükségesebb kötelező olvasmányok iránt térnek be a könyvtárba. A másik nagyon olvasni szerető réteg a könyvtárban a nyugdíjasok. Tehát sokan úgy térnek be, hogy nyugdíjba vonultam, most már van időm, szeretnék olvasni. Szeretnék, vannak listáim, hogy ezeket hallottam tévében, rádióban, ezt ajánlották, és akkor tehát így a 60 év felettiek teszik ki az olvasóink nagyobb részét, akik aktívak, cserélgetik a könyveket, figyelnek, hogy mit szeretnének olvasni. Így tudom mondani, hogy a fő réteg. Sajnos az aktív dolgozó korosztály az nagyon ritka. Esetleg még akik gyerekkel vannak otthon, gyesen-gyeden, ők még betérnek, és akkor így keresnek ilyen könnyedebb, lazább, vagy gyereknevelésről szóló könyveket. Ebben a mostani időszakban én már láttam az új könyveket. Milyen új könyvek érkeztek? Kinek ajánlaná ezeket? Mikről szólnak ezek? Igen, tehát kezdeném egy könnyed nyári, nagyon szép helyszíneken és nagyon szerethető karakterekkel, Montefiore, Anglia kedvenc írónőjének új könyvével, a Házatengernél című könyvvel, amit esetleg egy nyaraláshoz, tópart, tengerparthoz is tudom ajánlani, mint kedves hölgyeknek jó olvasmány élmény lesz. A krimi kedvelőknek a Hazudj-Hazudj című könyvet ajánlanám, ami Helen Grace nyomozó, egy újabb esete, amikor egy gyújtogatás ügyébe kezdenek nyomozni, tehát, és természetesen lesz egy csavar a történet végén, tehát végig izgalmas, és újabb és újabb karakterek vannak a különböző kötetekben, úgyhogy ezt is tudom ajánlani, aki a izgalmasabb olvasmányokat szereti, és a fordulatosakat. Aztán a következő könyv, amit ajánlanék, a életrajzi könyvek közül egy beszélgető könyvet, ami Törőcsik Marival készült beszélgető könyv, Bérces Lászlóval váltanak, eszmét cserélnek, és Törőcsik Mari érdekes személyiség, és a 6 évtizedes mint színészi, mint filmművészeti pályájáról elevenít fel történeteket, és érdekes ilyen történelmi érdekességeket tudhatunk meg róla. Tehát végig egy ilyen kérdez, válaszol, ezért végig olvasmányos és érdekes szín volt ez is a könyv palettáján. Ezt is szívesen ajánlanám. Ő inkább az életrajzot kedvelő középkorú olvasóinknak, vagy idősebb olvasóinknak. A
Láttam én itt egyébként egy szakácskönyvet is. Mennyire viszik az emberek a szakácskönyvet a könyvtárból? Igen, szerencsére a szakácskönyvek iránt van érdeklődés, főleg a tévében látott sikeres szakácsok könyvei iránt, tehát azt mondhatom, hogy Liptai Klaudia könyve is a nagyon szép, igényes kidolgozású, mind képekben, mind megjelenésében, 20 barátjával készült beszélgetés is, interjú is, de egyben édes sütemény recepteket tartalmaz, ez iránt is szerencsére van kereslet. Akár magyar szerző, akár Bangó Margit könyvei iránt is, akár külföldi, tehát Jamie Oliver könyvei iránt is van. Mennyire tudnak, és mennyire kell ilyenkor arra odafigyelni, hogy a könyvet ne lisztezzem meg, porcukrozzam össze? Hogy szokták visszahozni ezeket a könyveket? Rendben? Hát igen, szerencsére az olvasóink nagy része az alap ilyen könyvtári renddel tisztában van, hogy rendben hozzák vissza. Hát sajnos néha megesik, hogy egy kutya vagy egy unoka sajnos egy kis kárt tesz a könyvben, de akkor tudják pótolni, és akkor azt nagyon megköszönjük, akkor így szerencsére azért vigyáznak nagyjából az emberek a könyvekre. És külföldi olvasmányokkal is találkozhatunk az új könyvek között is. Igen, igen. Nagyszerű, hogy a önkormányzat támogatásával lehetőségünk van angol, német nyelvű könyvtári állományunkat is gyarapítani. Ez az utóbbi egy évben nagyon megnőtt ez iránt is a kereslet, és a legfrissebb és legnépszerűbb szerzők magyarul megjelent köteteit angolul is olvashatják. Tehát nyugodtan jöjjenek, akik keresik, fiatalok nyelvtanuláshoz, vagy bármilyen hobbiként, ha szeretnének felfrissíteni nyelvtudásukat, akkor várjuk a kedves érdeklődőket. Ehhez kapcsolódóan mondanám, hogy könyvtárunkban idegen nyelvű társalgási klubok működnek, az angol, a német nyelvű klub iránt a legnagyobb a kereslet, vagy az érdeklődés, de van olasz és francia-orosz társalgási klubunk is, és ez egy kötetlen beszélgetés, havonta egyszer megtalálják az időpontokat a honlapunkon, hogy mikor van. Interjúnk végén foglaljuk össze, hogy kiket várnak ide nyáron. Hát, aki várjuk minden kedves olvasó, olvasni szerető embert, ahogy egyik olvasónk mondta, belép a könyvtárba, és egy olyan illat csapja meg, hogy egyszerűen elbódul, és minden csak így olvasna, tehát egyrészt van, aki nagyon szeret olvasni, és ez a kikapcsolódás, ez a hobbija, másrészt pedig, aki akár mondjuk nyári szórakozásként horgászna, főzne, grillezne, vagy valamilyen szabadtéri játék iránt érdeklődik, játékos könyvet keres, tehát várunk minden érdeklődőt, aki információt szeretne valamilyen nyári foglalkozásához, szórakozásához, és a gyerekeket természetesen, hogy jöjjenek, olvassanak minél többet, mert nagyon jó gyerekkönyvek, mesék, regények vannak. Ehhez kapcsolódóan ajánlanám, egyrészt a nyári szabadidőhöz is kapcsolható Irány Velence című könyvet, ami egy kissé szelebúrdi család élményeit osztja meg, a Velencei tó Gárdonytól Pákozdig, illetve Székesfehérvár érdekességeit, bejárhatjuk vele a Magyarországnak ezt a részét, és nagyon szépen illusztrált könyv, úgyhogy ezt is ajánlanám a gyerekeknek, hogy jöjjenek, fedezzék fel az új könyveinket. A Pesterzsébeten működő kábítószerügyi egyeztető fórum első alkalommal tartott szakmai napot a Csiliben. Az előadások során napjaink kábítószereiről, mobilizált drogprevencióról és a drogterjesztés elleni küzdelemről is hallhattak a téma iránt érdeklődők. A résztvevőket a fórum elnöke Ódor Terézia köszöntötte. Nagyon örülök, hogy elfogadták meghívásunkat a Pesterzsébeti kábítószerügyi egyeztető fórum első szakmai napjára. Szakmai nap, ugyanis eddig a kábítószerügyi egyeztető fórum csak fiataloknak, gyerekeknek szervezett programot. Ez az első alkalom, hogy a területen dolgozó szakmában levő kollégáknak tartunk rendezvényt.
első, ugyanis reményeim szerint ez nem egy egyedüli alkalom, hanem egy programsorozatnak az első eseménye, amelyet majd sok követ, ugyanis lehetnek szakmai viták arról, hogy a kábítószerfogyasztókat milyen módon közelítsük meg, elrettentéssel, vagy valami más, bármilyen más módon. Azonban mindenki egyetért abban, hogy ahhoz, hogy a szakmában levő kollégák, segítők, nevelők, szülők, ha bizonyos döntéshelyzetbe kerülünk, egy döntést kell hoznunk, akkor a megfelelő információk birtokában, a megfelelő tudással sokkal biztosabban, magabiztosabban dönthetünk arról, hogy mondjuk egy szakértő bevonására van szükség, vagy mit kell éppen akkor abban a pillanatban tennünk. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak rengeteg terve, rengeteg álma van, és abban így ígéretet tehetek önöknek, hogyha ezek közül az álmok közül bármi megvalósulni látszik, vagy valamiféle egyeztetésre, közös gondolkodásra van szükség, akkor értesíteni fogjuk önöket. Kovács Eszter alpolgármester elmondta, jó eredményeket ezen a területen csak is közös összefogás útján lehet elérni. Amikor az önkormányzat meghozta a döntését, hogy ezt a fórumot létrehozza, akkor szerintem szinte egyikünknek, sehát legalábbis a képviselőtestület tagjainak fogalma nem volt arról, hogy vajon mibe is fogjuk a fejszénket vágni. És amikor a munkacsoportok elkezdtek tevékenykedni, és ugye tagjai vagyunk itt a polgármester asszonnyal, és még képviselőtársaim, majd néhányan ennek az egyeztető fórumnak, én akkor kezdtem rádöbbenni arra, hogy mennyire szerteágazó ez a feladat, ez a tevékenység. És hogy egyébként ahhoz képest, amikor elkezdtük ezt a beszélgetés gondolkodást, mennyivel kevesebb közreműködőre gondoltunk, akit ebbe a munkába be kell vonni. Én ezt meggyőződéssel hiszem, hogy akkor tudunk eredményesek lenni, bármilyen területről is van szó, vagy bármilyen témáról is van szó, hogyha mindenkit, aki ebbe a témába valamilyen módon érintett, akár azért, mert a családjában, a munkájában, vagy valahol találkozott már most konkrétan ugye a droggal és ezzel a problémával, és azokat meg tudjuk szólítani, akkor közös gondolkodás eredményeképpen talán megoldásokat is tudunk a problémákra találni. Ez egy borzasztó nehéz téma minden szempontból, mert az az oldala sem könnyű, amikor valaki belecsöppen ebbe a problémába, és abból ki kell lábalni, és ahol segítséget kell találni. De az a része sem könnyű, amit a rendőrségnek kell ebben a témában végrehajtani, hogy valamilyen módon megakadályozni azt, hogy ebből a bűnözés területe is érintett legyen. Én azt gondolom, hogy annak a határán sétálunk most, amikor muszáj ezzel a dologgal foglalkozni, és ha közösen foglalkozunk vele, és mindenkit, aki ebbe számít és fontos, sikerül megtalálni, akkor eredményesek tudunk lenni. Az előadások sorát dr. Steinbach Zsolt kezdte, aki napjaink kábítószerei, vagy más néven a designer drogok világába engedett betekintést. 2009-ben jelent meg a piacon úgymond a designer drog, mint kifejezés is, meg maga a szer, ez a mefedron nevű szer volt, ami Kati néven vált így a fogyasztók körébe ismerté. Új szokásokat hozott, leginkább azt, hogy nagyon gyorsan egy hatalmas szeletet hasított ki a kábítószerpiacból, teljesen másfajta droghasználatot és kezdett el eredményezni azért, mert hogy az volt, hogy ez legális szer, elkap a rendőrség, nem tud semmit csinálni, bocsánatot kérve adják vissza a dealernek az anyagot, hogy hát ez nincs a tiltólistán, tehát elnézést kérünk, hogy vegzáltuk. Hajógyári sziget volt egyébként a fő bázis, ahol tulajdonképpen terjedt. Volt egy olyan betegem, egy 19 éves fiú, aki maga is elkezdett ezzel dillerkedni, aki főiskolára járt, válogatott sportoló volt. Nem mondom meg, hogy milyen sportágban, hogy azért ennyire védjük a betegjogokat. És fél év alatt maga is függővé vált a szerre, plusz terjesztője volt a szernek, és természetesen kimaradt a főiskoláról, abba hagyta a versenysportot. És körülbelül azt vette fel a szüleinek, akik elhozták, hogy úgymond próbáljunk neki segíteni, hogy doktor úr, menjek el egy főiskolát, végezzek el, és akkor majd keresek a végén mondjuk 160 ezer forintot, mikor én most itt egy este keresek 200 ezer forintot
ezzel. Van három barátnőm, van egy új 4-es golfom, tehát hogy volt egy ilyen hatása, hogy irdatlanul sok diller is lett, mert nem jelentett bűnögi kockázatot az, hogyha elfogják. Tehát ez is segítette a terjedést. Plusz, ami leginkább segíti a terjedést, hogy ezek a szerek olcsók. Vidéken, mondjuk a legkisebb településen, ahol azt gondolná az ember, hogy nem jutnak el a drogok, ott is a fiatalok, és a fiatalok alatt a 12 éves kortól nyugodtan mondhatom, 12 éves kortól ma biofüvet használnak, és nem feltétlen alkoholt, de nem is hagyományos füvet, mert hogy az egyik 500 forintba kerül, a másik 2500 forintba. Tehát a terjedésnek az egyik fontos szempontja, hogy ezek a szerek nagyon olcsók. A terjesztés módja is teljesen más, tehát meg lehet rendelni internetről mindenféle álcázott füstölőként, vagy éppen fürdősóként, tehát nem is biztos, hogy meg kell keresni egy dillert. Nyilván egy kis faluban megvan a megfelelő ember, aki házhoz viszi. Tehát igazándiból ezeknek a drogoknak az elterjedését az ár, ami nagyban segítette, hogy ezek a szerek nagyon olcsók. A kábítószerügyi egyeztető fórum célja az ilyen és ezekhez hasonló anyagok kiszűrése, a helyi igényekre reagáló szakmai tevékenységek összefogása, koordinációja. Emellett azt is fontosnak tartják, hogy a kipróbálók számát csökkentsék, illetve azoknak a veszélyeztetett fiataloknak, felnőtteknek a létszámát is, akik szerfogyasztóvá válhatnak. 2016 tavaszán döntött úgy a képviselőtestület itt Pesterzsébeten, hogy létrehozza a kábítószerügyi egyeztető fórumot. El is kezdte az a fórum a munkáját, két munkacsoportban dolgozik. Gyakorlatilag az elmúlt egy évben fiataloknak végzett programokat, készített programokat, és most először egy felnőtteknek, szakembereknek, nevelőknek, segítőknek egy szakmai programot szervezett. Fiatalokat említette, ők mennyire részesei ennek a történetnek, mennyire próbálták meg kivenni esetleg ők a munkát ebből? Maga a kábítószerügyi egyeztető fórum egy szervező, koordináló létrejött intézmény, nem is intézmény, egy fórum a nevéből is adódóan, nem pedig egy operatív testület. Tehát igazából maga a fórum, bár célján túlmutatva azért, mint ahogy elmondtam, csinál maga is tevékenységeket, de arra hivatott, hogy a területen dolgozó, kábítószer problémával foglalkozó, érintett szervezeteket, intézményeket, személyeket, közösségeket próbálja összehangolni, a munkájukat harmonizálni, tevékenységüket hatékonyabbá tenni a szervező munkája által. Miért érezték úgy, hogy szükség van egy ilyen szervezeti csapatra? A nemzeti drogstratégiának része, hogy a kerületek létrehozzák ezeket a fórumokat Budapesten és más településeken is. Egyébként itt Pesterzsébeten mekkora problémát okoz a kábítószerügy? Én azt gondolom, hogy Pesterzsébet határánál nem áll meg ez a probléma. Tehát, hogy az összes többi budapesti kerülettel együtt nem tehetünk úgy, mintha ez a probléma nem lenne jelen a kerületben. Meg kell tenni a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy akár a most jelenleg szerhasználók, vagy az ezzel veszélyeztetett csoportokat tájékoztatni, figyelmeztetni ennek a veszélyére. Tehát tevékenységeket kell tennünk annak érdekében, hogy minél kevésbé az ártalom, minél kevésbé terjedjen el a kerületben. Szakmai napon kiket hívtak meg, kik mutatkoztak be a közönségnek, miről volt szó? Volt addiktológus szakember, klinikán dolgozó főorvos, rehabilitációs szakember, szociális munkás, és egy volt droghasználó is, aki elmondta a saját tapasztalatát is, illetve a rendőrség részéről egy alezredes úr a bűnügyi oldalát mutatta meg a kábítószer üldözésnek. Mennyire volt sikeres ez a program, mennyien érdeklődtek? Én magam részéről sikeresnek ítélem ezt a programot, gyakorlatilag a kerületnek az összes bölcsődéjéből, összes óvodájából és az összes általános iskolájából voltak munkatársak, tanárok, iskolákból iskolaorvosok és iskolavédőnök, gyermekorvos, gyakorlatilag a segítő területnek minden ágense lefedett volt a résztvevők köréből. A Csili vízvári termében tartottuk ezt a rendezvényt, és a visszajelzésekből is azt tudom mondani, hogy
mindenki elégedett volt azzal, amit hallott, új információkkal, hasznos tudásokkal tudtak távozni a résztvevők. Milyen terveik vannak a jövőt tekintve? Járunk iskolákba, a rendőrség prevenciós munkáját kiegészítve egy rehabilitációs szemléletű programmal. Ezt szeretnénk kibővíteni a jövőben. Eddig középiskolákat kerestünk meg, a jövőben szeretnénk az általános iskolák felső tagozataiba is már bejutni ezzel a programmal. Nagyon fontosnak tartanánk kortárs segítőcsoportnak, vagy csoportoknak az indítását, ugyanis a kortársak sokkal közelebb tudnak kerülni a veszélyeztetett fiatalokhoz, olyan helyekre is el tudnak menni, amelyek körök bezáródnak akár a rendőrség, akár a szociális munkások segítő szándéka elől, és a fiataloknak a saját korosztályukból segítő szavakat hallani, azt gondolom, hogy mindennél többet ér.